110 éve, 1909. augusztus 22-én hunyt el Muraközi Imre, szőlő és gyümölcstermelő. 1838. januárjában Kecskeméten született. Már 12 éves korától kezdve segített özvegy édesanyjának a tanyasi gazdaságokban. 1867-ben Szikrapusztán elvállalta a pusztabírói állást, majd Lakitelek tőserdő közelében földet vásárolt, és 1872-től csak a gazdálkodással foglalkozott. Faiskolát létesített, ahol elkezdte szaporítani az alföldi viszonyokat jól tűrő téli almafajtákat. A szőlő és gyümölcs mellett zöldséggel is kísérletezett. Nagyban termelt burgonyát, káposztát, azután dohányt is. Terményeivel számos kiállításon vett részt, több első díjat nyert. Volt szárazmalma, és ő volt az első cséplőgép tulajdonosa környéken. Tanyáján téglaégetőt, pálinkafőzőt, bognár és kovács műhelyt is épített.